Charlie, majom a családban. Magyar hangok. Snell Ádám, Orosz Anna, Németi Mari, Karácsonyi Zoltán, Gerő Botond, Laudon Andrea, Dallos Szilvia. Charlie, majom a családban. Idegen tollak. Jonas? Jonas! Ne gyere be! Mi az, kis öreg? Titkolózol előttem? Anyu szülinapi ajándékán dolgozom. Jól van, nem nézem meg. Csak szólni akartam, hogy mindjárt itt van Markus. Te is mész Münchenbe, ugye? Igen, sietek. Szia! Ennyi stresszt! Szervusz, Pajti! Bender haltenyészet. Jaj, apa, most biztos remek évünk lesz. Tök jó az idő. Annyi pisztrángunk lesz, mint még soha. Igazad van. Tudom. Ez lesz a haltenyészetünk legjobb éve. Mióta átvetted nagyapától? Ha tényleg olyan jó évünk lesz, végre megkapod azt az új biciklit. Á, apa, a régi bringámnak még semmi baja. Tényleg nincs szükségem újra. Sokkal fontosabb dolgokra kell a pénz. Ez nem lehet igaz. Cic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 
Cit? Cit? Gyere, Carlo. Hideg van.
te asszony! Münchenbe 6 óra alatt ér oda, holnap nem 6 nap alatt. Jó lesz ez így. Emlékszik, amikor az Árvind elöntötte a lipcsei főpályaudvart, nem lehetett bejutni, és a vonatok is a nyílt pályán vesztegeltek. De ha nem csal az emlékezetem, akkoriban senki se halt életem. Nem, mert mindenkinél volt elemózsia. Szia, Markus, bújj be! Hello, Max! Te meg hogy nézel ki? Nem tudtad, hogy a foci komoly dolog? Lili és Jonas útra készek? Gyere be! Kétlen, hogy kész lennének. Charlie! Na, Charlie, mit alkotsz? Szia! Egy pillanat. Ez a mostani újság. Keresd más vásznat, jó? Max, ennek hatalmas művészi értéke van. Te és az ízlés. Nézd magadra. Már megbocsáss, de ez teljesen más. Zászlócskák vannak a fejeden, ember. Hello. Hello. Szia, testvérkém. Menő sapi. Kölcsönadod? Nem, a sapkát nem, de ezeket megkapod. Tessék. Tömd be. Brill úr. Te, Markus, gyalog akartok eljutni München? Hoppe, asszony. Építési terület. Belépni tilos. Kész vagy? Igen. Hogy nézel ki? Tessék. Lili, igyekezz! Különben a kanapéról kell nézned a meccset. Szia, Markus bácsi. Szervasz, nagyfiú. Na, izgulsz a meccs miatt? Na. Miattam indulunk késem, mi? A trombitád? Köszi. Te kötötted? Persze. Szia, Markus. Hello, Lili. Szóval a táskád megvan, jó leszé is. Jól van, akkor indulj. Menj a fürdőszobába, és mosd meg szépen az arcodat, és igen, a kezedet is. Majd megmosom a vonaton. Így nem mehetsz el itthonról. Mit csináltál? Én... mindjárt jövök. Biztos nem akarjátok, hogy kivigyelek benneteket a vonathoz? Nem kell, a pályaudvarnál parkolok, így ha visszajövünk, ott lesz a kocsi. De érjetek vissza időben Katarina születésnapjára, jó? Fel sem merül, hogy késünk. Nagyon helyes. Kész vagyok. Mutasd csak, jó, tökéletes. Kabát, hátizsák, indulás. Jó utat. Most Múresre tanítjuk a bajorokat. Úgy legyen. Ahogy mondod. Hívlak, ha megérkeztünk, jó? Gyere. Sziasztok! Sziasztok! كلهم العيلة الملكية هنا. نعم. Tehát egy hét múlva várom önöket kontrollra. Köszönöm, viszlát. Jól van. Szia, Nikó, viszontlátásra. Elnézést, doktor úr.
Igen? Van itt két úr, akik állítólag egy percet sem tudnak várni. Szalam alaikum. A nevem Omar Aziz ibn Hatab. Én vagyok a titkára a fenséges Harun Amira ar-Rashid ibn Rasul hercegnek. A királyi család nagy tiszteletű trónörökösének. Értem. Én dr. Henning vagyok. Miben segíthetek, uraim? Jamila szárnyára rácsapódott a szállodai lakosztály ajtaja. A szállodában tartanak egy kifejlett solymot? Elárulna miért? Enyhe légcsőhurutja van. Ez az éghajlat túl hideg neki. Világos. És pontosan mi történt? Amikor a hordár becsukta a lakosztály ajtaját, becsípte Jamila szárnyát. Erre szegény madár ilyettében nekirepült az ablaknak. Na lássuk, igen. A pupillái rendkívül lassan reagálnak, úgy tűnik, beütötte a fejét. Azon kívül mindenképpen megröntgenezem, hogy lássam, sérültek-e az érzékenyebb testrészek, a koponyája, a szárnya, ilyesmik. Hú, jöttek ellen a szadma, sen álljan a jön. Igen, jó. Hú, jörít a siá, ma bjárfsú anda, a sen rásza, a sen zsnáha. Cic. Carlo, hol bujkálsz? A gazdi csinált hamit. Cic. Te jóságos Isten. Mindjárt előhívom a röntgenképeket. Remélem, nincs ok az aggodalomra. Tudják, agyrázkódás esetén sajnos mindig van ok az aggodalomra. De hamarosan kiderül, mennyire komolyak Jamila sérülése. Jól van. Fímes killa firasa, bárlás ilyen árufektor. Ehkill a tebá an tarikh a szukúr al melekije, wa an Jamila, wa usuliha, wa ajdadiha. Doktor úr, Jamila a vadássolymok egy olyan családjából származik, amelynek a története királyságunk alapításáig nyúlik vissza. Az uralkodóinkat kezdettől fogva az ebből a vérvonalból származó állatok kísérik. Immáron több száz éve Halif al-Sharaf ibn Tariq uralma óta. Ez a madár voltak éppen a királyi család tagja. Értem. Raid al-Shain ibn Farid király a fiát, Harun herceget azzal bízta meg, hogy keressen tenyészállatokat Németországban. Jamilát kísérőül adta mellé. Kullahu. Lán asztatira rujjú' bidúnihe. Jamila nélkül nem térünk haza. Jó napot! Jó napot! Magát kihívta? Ön, Bender úr? Igen. De úgyis elkésett.
A legtöbb hal elpusztult. Én egy macskához jöttem. Micsoda? Nekem nincs macskám. Meghaltak a halaim, megdöglöttek. Látja a tetemeket? Nagyapának van cicája. Talán Kárlónak van baja. Hogy hívják a nagypapádat? Gert Bender. Ott lakik. Akkor előbb megvizsgálom a macskát. Mindjárt visszajövök, jó? Majd elmondja, mi baj a Kárlónak. Persze. Tehát sem a koponyán, sem a szárnyon nem találtam törést vagy zúzódást, és az ízületei is sértetlenek. Jamilának szerencséje volt a szerencsétlenségben. Alhamdulillah, Rizsi bikhair, Jamila bikhair, el-jinaah ma-maksur. Alhamdulillah, Allah bikhair. Azt még hozzáteszem, hogy az agyrázkódás miatt itt tartanám Jamilát éjszakára megfigyelésre. Egyébként a törött tollakkal amúgy se tudna repülni. لكن عشان راسا يريدون أن تبقى جميلة هنا واريش الجناح لازم تتصلح حسنا قل لهم يعملوا بأسرع ما يمكن الصقر الذي لا يستطيع أن يطير ملوش قيمة Ő felsége azt kéri, hogy minél hamarabb gyógyítsa meg Jamilát. Doktor úr, egy sólyom, ami nem tud repülni. Értem. Hauser doktornő az állatklinikáról. Ön Gert Bender? Jöjjön, kérem, jöjjön. Mi történt? Egyszer csak összeesett az előszobában, hányt is. Pedig nem sokkal korábban még nem volt semmi baja. Vidáman kiugrott az ablakon. Mi van vele? Kapkodva veszi a levegőt. És erősen nyáladzik, ezek mérgezésre utalnak. Tennünk kell valamit. Miért kell ezt a madarat behozni a házba? Azért, mert légcsőhurutja van. Odakint túl hideg lenne neki, a rendelőben pedig túl nagy a nyüzsgés, csomó macskát hoznak. Úgyhogy addig itt marad, amíg meg nem kapom az egyetemről a tollakat. Nem tudja megvárni a gazdája, amíg magától lezajlik a vedlés, mint ahogy a kanáriknál? Sajnos nem. A többi madárfajtól eltérően a solymok és a sasok csak egy tollukat veszítik el. Mindkét szárnyon ugyanazt. És hogy vadászni tudjanak, a ragadozó madaraknak mindig röpképesnek kell maradniuk. Ezért nem vedlik le egyszerre az egész tollazatukat, hanem mindig csak egy-egy tollat. Még az is előfordulhat, hogy egy ilyen sérült madár elpusztul, ha nem akarja belátni, hogy röpképtelen. Megpróbál felszállni újra és újra, aztán a fáradtságtól összeesik. De ez veled nem történhet? Egy ragadozó madár a nappaliban. Mi lesz a következő? Egy zsiráf a konyhában? Krokodilok a kádban? Ha muszáj. Így. Jól van. Kiürült a gyomra. Más csak be. Úgy. Az infúzió segít, hogy ne száradjon ki. És adtam neki széntablettát, hogy stabilizálódjon az emésztése. Nos, így elsőre ennyi volt. Túl van az életveszélyen. De megfigyelésre magammal viszem a klinikára. Carlo, Carlo, mit csináltál? A gyomortartalmat kielemezzük.
hogy kiderüljön, mit evett. Talán valaki patkánymérgettet ki. Nem csodálkoznék, ha az én drága fiam. Hát, ha a fiáék tudnak valamit. Tedd arrébb a bakot. Jó, köszi. Albert! Halljam, te tettél ki patkánymérget? Hagy békén, van most más bajom is. Ha megtudom, hogy te tehetsz róla, akkor... Én? Mit csináltam a macskáddal? Tessék, nézz körül! Megdöglöttek a halak, látod? És ez, drága apám, a te hibád. Ugyan már. Te mondtad, hogy ne vegyünk új szivattyút. Ez a te tavad? Miért nem javítottad meg a szivattyút? Kész csőd, tömeg vagy, fiam, és mindig is az leszel. Ezért hagyott el a nejed? Mi volt ez? Itt minden a nagyapámé. Hallani sem akarta arról, hogy megjavítassuk a szivattyút, ha egyáltalán szóba áll apával. Csak veszekednek. Nos, tudod segíteni Bender úr macskáján? Igen, stabil az állapota. Úgy tűnik, valami mérget evett. Analizálni kell a gyomortartalmát. Az bízza csak rám. Most ment el az utolsó betegünk. Ó, köszönöm. Még el kell ugranom Hübnerhez. Megvizsgálom a malacait. Az operáció remekül sikerült. A szárnyát egyelőre rögzítjük, de holnap már repülhet. Nöskör Allah, köszönöm. Jamila bi khair, bukra tastati'at Tehran. Alhamdulillah. Es'alu yiji ma'ana ka tabib li Jamila. Ő felségét érdekelné, gondolkozott-e már azon, hogy külföldön dolgozzon? Országunk számos lehetőséget kínál. Eddig még nem volt rá okom, hogy ilyesmin gondolkozzak. Emelő árt kvész, hete lejáfod. Ő felsége ragaszkodik hozzá, hogy legyen az udvari állatorvosunk. Kész önnek az... itteni fizetése ötszörösét megadni. Kapna egy házat a tengernél, autót, szolgákat. Mondja meg neki, hogy köszönöm. Igazán megtisztelő ez a nagylelkű ajánlat, de... tudják, ez... ez a klinika, ez az én királyságom. Hogy rövidesztem el? Ha
Isten, Charlie, mi ütött beléd? Gyere csak le! Kurt Jürgensen? Mondd, mit képzeltél? Hm? Van egy majma, ami tud festeni. Bizony. Charlie tud ezt-azt. Hm? Mondd csak, hogy nézel ki, ha? Hé, hey, ez az én ingem. Ez elő kemjúr itt szemelő, Kurt. Ő felsége érdeklődik, hogy... A festő majmot meg lehet-e vásárolni? He? A világért sem szeretném megbántani önöket, de ő olyan, mint Jamila. Az előbb mondták, hogy a sólyom tulajdonképpen a királyi család része, és pontosan ez a helyzet Charlie-val is. Igen, együtt élünk, rengeteget nevetünk, a szülinapját is megünnepeljük. Hogy kól háda hímet a Jamila? القرد انتسب أسرته هم يحتفلون معه يحتفلون معه يضحكون معه Nyilván szeretné, ha Jamila ismét a palotája fölött repülne. Igen, Charlie pedig ide tartozik, ebbe a házba, hozzám, a családhoz. Jamila teszeti a tajrán, lakin القرد شالي يبقى شالي بتاعه. لمؤاخذة إن كنت جرحت شعورك. A herceg elnézését kéri, ha megsértette az érzéseit. Yemkunuka an takhfa bi hayatika al-azima wa tahki li usratika. Büszke lehet, hogy egy ilyen különleges teremtéssel élnek együtt. Na, Hoppe asszony? Csöndes volt az este? Inkább olyan, mint mindig, doktornő. Hol van Charlie és Otello? A fürdőben. És Max? Ő is. Ah, mit eszünk vacsorára? Halat. Halat. Nagyszerű. Na, srácok. Ha ti nem lennétek, folyton unatkoznánk. Négy. Meg vagyunk. Ti meg mit csináltok? Mosakszunk. Történt egy más, mióta nem voltam itt. Mit keres egy sólyom a nappaliban? Azt egy arab herceg hozta. Egy arab herceg világos. És én vagyok Sába királynője. Nem, meg kellett gyógyítanom a sólyom evező tollait, és a herceg annyira megörült, hogy felajánlott egy állást az országukban. Ez ugye nem komoly? De! Képzeld, álomfizetés, egy ház a tengernél, állandó napsütés. El sem hiszed, milyen nehéz volt nemet mondanom. Micsoda? Bizony. Tényleg, Charlie-t is meg akarta venni. Mi? Megvenni Charlie-t? Charlie, tudna érted eleget adni? Charlie festett egy képet, ami lenyűgözte a herceget. Aha. Boldog születésnapod, drágám. Már annyi az idő? Igen. Tényleg. Hé, hey, ezt ugye nem egyedül akarod megenni. És hol van Hoppe asszony tortája? Hékás, az az én tortám. És csak délutára süti meg. Tényleg azt akarták, hogy menjünk velük keletre, és éljünk a palotájuk mellett?
Baj, hogy nemet mondtam? Ez a birtok olyan, mint egy palota. Te és a klinika. Én igazából mindig erről álmodtam. A szürke reggelek, az eső. A gesztenyefák, a színes lombok, a kandallóban duruzsoló tűz. Én megtaláltam a boldogságot. Itt, veled. Ezen a helyen. És sosem mondanék le róla. Sok szeretettel. Köszönöm. Max! Oh, de hiszen ez gyönyörű. Bár nem Alibaba kincses kamrájából van. Ezt honnan veszed? Csodaszép ajándék. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, te mesebeli herceg. Reggel, doktornő! Sok-sok boldog születésnapot kívánok! Köszönöm, köszönöm! Csak önnek sütöttem sok szeretettel arab mézes süteményt. Vajon honnan merített ihletet? Éjjel sokáig! Boldog születésnapot kívánok, Katarina! Köszönöm, Charlotte, nagyon kedves! Nincs mit! Csodás lett, Hoppe asszony, varázslatos. Boldog szület. Gondoltam, arab süteményt csinálok. Jó ötlet volt. Ah, Christian, igazad van. Két csökönyös szamár vagyunk. Kéne a szigetelt nyelű csavarhúzó. Köszi. Nagyapa! Hol van Kárló? A klinikán. Hauser doktornő még ma visszahozza. Nézd, megjavítjuk a szivattyút. Segíthetek? Értek hozzá? A szivattyú legalább 30 éves. Az egész csupa rozsda. Amúgy legalább olyan jól értek hozzá, mint te. Nem kell a segítséged. Törődj a macskáddal. Jaj, apa! Akit te mérgeztél meg? Hányszor mondjam még? Fütyülök arra az átkozott macskára! Na, bravo! Nem lennék a fiat helyében! Charlotte, meséljen, hogy van a cica? Hála Istennek, remekül. Mikor jön haza Markus a gyerekekkel? 10:52-kor érkezik a vonatuk Potsdamba, de előbb el kell mennem Benderhez. Visszaviszem a macskáját. Képzeljék, megint itt van az a keleti herceg. إنه يفهم كثير عن على الطيور. أنا متأسف بهم إنه يريد البقاء هنا. Ő felsége le van nyűgözve, mennyire jól ért a solymokhoz. És mélységesen sajnálja, hogy itt akar maradni. Mondja meg neki, hogy az ajánlata megtisztelő.
الطبيب بتشكر على الأرض المشرفة العزيمة. قل له هو أنقذ حياة يامينة ولعيلة الملائكة ما دان له. Megmentette Jamila életét. A királyi család az adósa. لو حدث أي شيء ماذا نستطيع أن نقدمه؟ Ha tehetünk valamit, nyugodtan hívjon fel. Ó, köszönöm. Köszönjük. Hadd nézzem. Hát. Na, menjünk. Jó. Gyere, Charlie. Carlo, végre, hogy itthon vagy. Nagyon szépen köszönöm, doktor, ne jöjjön be. Az én Carlom, csak hogy hazajöttél, szépségem, ha a fiam megint mérget tesz ki, soha többé nem teheti be ide a lábát. Mondja, uram, a fia gondozza az ön kertjét. Dehogy is, hogy jut ilyen eszébe? Az a két balkezes tök Filkó. Akkor semmi köze a macskája megmérgezéséhez. Hogy? Nem értem a kertemnek. Carlo gyomortartalmában csiga mérget találtunk. Használ ilyet? Igen, de az... Na de... Rá van írva, hogy... Itt az áll, hogy jó a mesztelen csigák ellen, azt viszont nem írják, akkor hogy... Akkor is erősen mérgező. Ha a macskája eszik belőle, ugyanúgy meghalhat, mint a csigák. Bender úr, a fiájéknak semmi köze a macskája megmérgezéséhez. Szerintem mondja meg nekik. Kérem a csillagcsavarhúzót. Köszönöm. Uram! Uram! Az édesapja mondani szeretne valamit. Mit? Elárasztottuk a pincét? Vagy földrengést okoztunk? Tudod, a doktornő megállapította, hogy Carlónak ezt a... Szóval, tehát a csiga ölőszer volt. Nem a patkány mérged. A patkány mérgem? Miért hiszed, hogy én tettem ki? Melyikünk kényes annyira a fűvére, hogy csak körömollóval hajlandó nyírni? Hogy lehetsz ennyire pimasz? Még a szivattyút sem tudod karban tartani. Ezt már nem lehet karban tartani, ezerszer megmondtam, újat kell vennünk. Nézd ezt a pusztítást, az összes hal megdöglött. Ha rajtad múlna, mindebből újat vennénk. A két kezem munkájával építette fel itt mindent. Nem fogom nagyon hagyni, hogy az már, egészet tönkretett. Nagyon unom már, hogy állandóan ezzel nyúzol. Fogalmat sincs a modern technikáról, ezt így nem lehet. Tom! Tom! Nem esett bajod? Nem, minden rendben. Jól vagyok. Itt semmi sincs rendben. Kihabálnak egymással, mint a gyerekek. Ha a 11 éves fiam így viselkedne, szégyelném magam. Támogatniuk kellene egymást. Hogy Tom lássa, mennyire fontos az összetartás a családban. Ehelyett úgy viselkednek, mint két zsémbes vénasszony. Pedig felnőtt férfiak. Igaza van. Sajnálom. Gyertek. Gyertek be. Főzök nektek egy nagy adag meleg lencselevest. Ha, 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 ha,
Éjjel sokáig! Éjjel sokáig! Éjjel! Boldog szülinapot, anyu! Köszönöm, köszönöm! Isten éltessen, anyu! De jó, hogy megjöttetek. Na, milyen volt? Szuper! Állati! Klassz volt! Boldog szülinapot! Köszönöm! Tényleg, az ajándék, le kell hoznom! Nekem is! Menjünk be mi is! Jó! Vigyem az egyiket? Igen, kösz. Milyen volt a meccs? Csúcs! Tényleg? Nyertünk. Ez az! Szia, Max! Hello! Milyen volt? Észbontó, nyertünk. Ah. 4-1 lett, földbe döngöltük őket. Remek! Szevasz, Max! Ha? Mondd csak, új kép van a kandalló fölött. Igen, méghozzá egy hatalmas művész festménye, aki... nemzetközi elismerésnek örvend. Aha. Oh. Itt meg mi történt? Charlie! Csak kapjanak el! Hol van Charlie? Nem láttátok Charlie-t? Mit csináltál a festményemmel? A fenébe! Jonas festette? Nehogy nyakon csípjen! Magyar szöveg Gáspár Bence, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Soltész Márton és Csomár Zoltán, produkciós asszisztens Fodor Eszter, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.